Sziasztok! A mai videóban a márciusi elfogyott termékeimről szeretnék beszélni, és elég sok minden összegyűl, de talán nem lesz olyan maratoni, mint a kedvencekről szóló videó volt. Elnézést, az állatok megint támadnak, és így kicsit nehéz koncentrálni. Ezúttal Muffin van jelen velünk. Szóval testápolás, fürdőtermékek, hajápolás, lesz itt minden. Szerintem próbálok ugyan tematikusan haladni, de ismét nem tudom garantálni, hogy ez sikerülni fog. Elsőként az egyetlen kézmosóról szeretnék beszélni, és akkor ezen túl leszünk. Ez a Baleának az őszi barackos, sárga barackos kézmosója, továbbra is zseniális terméknek tartom, és ha jól tudom, kapható utántöltő formájában, de legutóbb nem sikerült a DM-ben erre lecsapnom. Szerintem nálam is volt már az utántöltő, de nem mernék rá megesküdni. A lényege viszont az, hogy igazi, friss, gyümölcsös, csodálatos illata van, nem szárítja a kezet, a kézen is sokáig megmarad az illata, úgyhogy mindenképpen érdemes rá lecsapni. Ez a 500 ml-es termék 300 forintba szokott kerülni, úgyhogy nagyon megéri az árát. Testcsadírok terén kettő termék is elfogyott. Az első az egy Müllerben zsákmányolt sauna testcsadírnak írják. Ez Hugners márkájú, fogalmam nincs, hogy ez milyen márka. Minden esetre szimpatikus volt, hogy elvileg olajos és radírozós termékről van szó, hát próbáljuk ki. Igazából nem rossz termék, csak nem erre számítottam. Tehát azok alapján, hogy itt ilyen szaunás dolgok vannak rajta, és narancs, és stb. Én egy ilyen hát természetesebb hatású, tényleg olajos, tényleg mondjuk cukorszemcséket tartalmazó termékre számítottam. Ehhez képest ebben szerintem műanyag radírozó szemcsék vannak, legalábbis nem tűnt úgy, hogy ezek elolvadnának a radírozás közben. Teljesen fehér termékről volt szó, nem olyan erősen radíroz, de kifejezetten kellemes érzés, tehát valahol a tusoló radírok és a valódi testradírok között helyezkedik el, és valóban egy picit olajos lehet, mert nem szárította a bőrömet, sőt, testápoló nélkül is nagyon puha volt a bőröm, úgyhogy végül is szerettem, csak nagyon nem erre számítottam, így újra vásárolni nem fogom, és egyébként 150 ml is szerintem olyan 1300 forintba került, úgyhogy még nem is olcsó. Nem rossz, az illata tényleg kellemes, kicsit olyan joghurtos, narancsosra lehet számítani tőle, de szóval vannak már ennél jobb testradírok akár ebben az árkategóriában is. A másik az a The Body Shopnak a kókuszos testradírja, ez Reni barátnőmnek az óriási kedvence, az ő blogját ismét linkelni fogom, mint oly sokszor már, úgyhogy miatta vásároltam meg elsősorban, és az állaga az ilyen krémes jellegű volt, maradt egy kicsi, mert annyira nagy a doboz, hogy nem tudtam kijenni, szóval ilyen krémes jellegű kókusz tej színű, és benne vannak barna részecskék, feltételezem, hogy kókuszhéj darabkák lehetnek, de nem vagyok benne biztos. És nagyon emlékeztetett az állaga, meg úgy mindene a csokis testradírjukra, amelyel csupán az volt a bajom, hogy fürdés közben mű illata volt. Na most ennek is mű illata van fürdés közben. Viszont utána nagyon-nagyon-nagyon csodás puha bőrt hagy, olyan 12 órán keresztül még közelről megszagolva érezhető a kókusz illata bőrön, tehát ilyen szempontból tetszett, ugyanakkor ez a mű illat nem tetszett, és az sem, hogy nem volt annyira hatékony a radírozása, mint a csokis testradírnak. Én azt hiszem, hogy elsőként azt próbáltam ki ettől a cégtől, és azóta is mindent ahhoz mérek emiatt, mert a mű illat ellenére egyébként mindenben tökéletesen teljesített, szóval ez egy jó testradír, és hogyha valaki nem szereti a túl erősen radírozó testradírt, akkor ezt viszont tudom ajánlani, mert testápoló nélkül csodás, illatos, puha bőrt kaphatunk vele. Szóval nem rossz a termék, hogyha kapható most, szerintem igen, akkor lesz a leírásban hozzá hivatkozás, és ott lesz az ára is. Testcsadír tehát nincsen több, úgyhogy próbálok akkor most a zuhanyozó termékekre koncentrálni. Az első az egy Balea grapefruitos tusfürdő, nem tudom, hogy még kapható-e, de ha igen, akkor érdemes rá lecsapni, mert egy nagyon friss, fanyar illatú grapefruit illatról van szó, jellegű grapefruit illatról van szó, amely ugyanakkor egy kicsit joghurtos jellegű is, tehát egy picit tompít azon a nagyon fanyar illaton. Nagyon kellemes használni, ideális az állaga, az illata ugye nem tart hosszan bőrön, de nagyon-nagyon-nagyon szerettem ezt a terméket. Egy része tusfürdőként szolgált nálam, egy része pedig kézmosóként, mind a két célra tökéletesen megfelelt. Szóval az egyik legjobban sikerült Balea tusfürdő szerintem, és egy nagyon-nagyon világos, narancsága, vagy talán inkább baroszk színű termékről volt szó egyébként. Na nézzük, van-e itt még, van bizony fürdőtermék, nem is kevés. Az első legyen mondjuk a Lush-tól a Hot Toddy nevű tusfürdő, amely egy nagyon fűszeres, gyümölcsös jellegű illat, tehát olyasmi, mintha forralt bor lenne, de annál szerintem egyrészt gyümölcsösebb, másrészt fűszeresebb, tehát tényleg ilyen agyon tuningolt,
isteni, természetes forradból jellegű illatról van szó. Csillámokat is tartalmaz, annyira szépen csillog, mint a Zoya Blaze nevű körömlakja, eszméletlen szép, tehát az ember önkéntelen is, ahogy önt a kezébe belőle, biztosan meg fogja nézni minden alkalom, hogy mennyire szépen csillog. Sötétbordó termékről van szó egyébként, a bőrt nem szárította, nagyon-nagyon szerettem, az illata elég sokáig tartott bőrön, hogyha nem testápolóztam utána, ha pedig testápolóztam, akkor narancsos jellegű illatokat választottam mellé, mert ezekkel tökéletes összhangba került, az előbb pedig muffin lökte meg az asztalt, elnézést kérek. Tehát ez egy téli szortimentes, limitált ideig kapható termék volt, nagyon-nagyon szerettem, és hogyha ismét kapható lesz, akkor fogok belőle vásárolni, bár hozzáteszem, hogy tartalékoltam belőle, hogy ne fogjon el, mert ezt annyira nagyon szeretem ezt az illatot, hogy akár még nyáron is el tudom képzelni, hogy néha ezt használjam. A következő az a Snow Fairy nevű tusfürdőjük, amelyet tengeri moszatot is tartalmaz, és hát most így nem írják, hogy használható-e hajra, de mivel tengeri moszatot tartalmaz, ezért hajra is kipróbáltam, samponként is tökéletesen bevált, mintha egy kicsit dúsított is volna, és mivel tengeri moszatos nem csak nem szárította a bőrömet, hanem hidratálta is, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt a terméket. Vattacukor illatúnak írják, de szerintem ennél egy kicsit, hát nem tudom, hogy határozzam meg, kicsit azért más, mint a vattacukor, de valóban édes jellegű illat, nagyon szerethető illat, nagyon vidám a kártszérén ezzel a címkével, úgyhogy ezt is tervezem újra vásárolni, ha ismét kapható lesz, bár ebből is van még egy pótpéldányom. A következő szintén Lush Rose Gem nevű tusfürdő, a világ legeslegjobb rózsa illata, mert nem a nagymamás klasszik rózsa, hanem annál jóval kellemesebb, gyümölcslekváros jellegű illata van. Igazából én ettem már rózsalekvárt, és valóban olyan volt az íze, mint ennek az illata. Nagyon-nagyon szeretem, bármikor el tudom képzelni a használatát, és bár téli limitált termék volt, szerintem tavaszra is tökéletes választás lenne, tehát hogyha valakinek még lapul a fiókjába, van, akkor most kapja elő és használja, én is fogok még belőle használni tavasszal is. Nagyon, nagyon szerettem ezt a terméket, és hát ezt nem használtam hajra, de erre írják, hogy hajra is használható lenne. Tusoló termék már nincsen, csak egy fürdőtermék, egy fürdőolaj, Dronania nevű, én ezt egyszer talán a DM-ben vettem, 5 darab fürdőolajat tartalmazott, nem szerettem, ez egy levendulás fürdőolaj, mű levendula illata volt, kékre színezte a vizet, mintha uszodában lennék, semmi extra nem művel, csak illata volt, nem szerettem, nem fogom újra vásárolni, még hogyha netán ráfutok újra, akkor sem. Fürdőtermék nincs több, úgyhogy nézzük a hajápolást. Az első hajápoló termék az a Faith in Nature-nek a kókuszos kondicionálója, vagyis hajbalzsamja. Nagyon-nagyon szerettem, elég sokáig megmaradt illata a hajon, olyan 1-2 napig biztosan érezhető volt. Nagyon híg, sima kondicionáló jellegű termék, mégis nagyon jól táplálta a hajamat, nagyon fényes volt tőle, nagyon szerette a hajam. A samponja és a tusfürdője még egy icipicit tartogat magából, de aztán azok is el fognak sajnos már fogyni. Nagyon szerettem, igazi természetes kókuszillat, tehát ha valaki a kókuszillatra törekszik és természetes kozmetikumokat szeretne használni, akkor ezeket nagyon tudom ajánlani. Egyébként kézmosó is van belőle. Hajápolás terén még elfogyott az Avon Advanced Techniques hajvégápoló olaja, hogy miért ilyen gyorsan, annak az a titka, hogy a párom is használja a szakállára, neki is bevált erre is, én is szoktam néha a hajamra ezt a kerasztázzal felváltva, nagyon szeretjük mind a ketten, fényes és puha lesz tőle a szakáll, illetve a haj. Hajápolás terén van még egy termékmintám, ez a L'Occitane-nak a samponja, amely volumenizál, tehát tömeget ad a hajnak, és egyrészt valóban dúsít, másrészt kiderült, hogy nagyon hasonlít az illata a Lush Green Bubble Room habfürdőre. Nekem az egy óriási kedvencem volt, is szól róla a kedvencek között, és ennek nagyon hasonló illata van, bár egy kicsi édes mentolosság is érezhető benne, tehát ilyen borsmenta jelleg is van mellette, de kifejezetten ott van az a mező illat is, úgyhogy nagyon-nagyon szerettem ezt az egy kis termékmintát, ugyan még csak egyet használtam belőle, de még van egy pár darab, úgyhogy remélem, hogy hosszú távon is beválik, és akkor lehetséges, hogy megveszem a teljes méretű terméket is. A következő termék az egy kondicionáló, vagy hajpakolás jellegű valami, amely a Pixi Boxban lapult, és ugye ez egy kicsit olyan érdekes termék volt, és nem igazán értem, hogy a Revlon miért amellett döntött, hogy ezt tegye bele a dobozba, hiszen itt a cégek döntik el, hogy mi lesz benne. Ugyanis ez egy elvileg platina szőke hajra való
színfokozó, vagy akár színező valami. Tehát tényleg olyan a megfogalmazása is, mintha valami hajfestékszerű dologról lenne szó. Na most ehhez képest kiderült, hogy ez egy ilyen hajpakolás, olyasmi, mint amiket a hajfestékek mellé szoktak adni, csak még színezett is, és ilyen lilás színe volt, de sokkal világosabb volt, mint bármelyik hamvasító samponom, ugye ezek ilyen nagyon indigókékek szoktak lenni, ez éppen hogy lila volt, és igazából nagyon puha hajat varázsolt, és semmilyen fajta színezést nem végzett, tehát ez a haj, ez most már háromszor meg volt vele mosva, mert három alkalomra, vagy hidratálva volt vele, három alkalomra volt elég a mennyiség, teljesen ugyanolyan színű maradt a haja, mint előtte, azon kívül, hogy fényesítette, semmit nem tett vele, úgyhogy nem igazán értem egyrészt, hogy ezt miért hívják így ezt a terméket, mert még csak a hambasítást sem végezte el, másrészt, hogy miért ezt tették a dobozba, ez számomra rejtély. Minden esetre nekem bevált, nagyon szerettem, de vásárolni nem fogok belőle. Hajápolás már nincsen. Viszont van itt egy kis minta a Pot of Gold, vagy Pot of Gold nevű Lush fürdőkocsonyába, én annak hívom. Ugye annyira bevált, hogy amiatt vásároltam meg a teljes kiszerelésű terméket, amelyről már szó volt a kedvencek között, nagyon-nagyon szeretem. Aztán van itt még egy olyan termék, amely miatt kérek egy kis csendet, és mindenki szomorodjon el velem együtt, hogy elfogyott, nagyon-nagyon jó termék volt. Bár eleinte nem voltunk jó barátok, de aztán valahogy ráéreztem arra, hogy hogyan érdemes használni. Az a legjobb, hogyha az ember egy szintetikus szálú satírozó ecsettel oszlatja el a szem alatt, és utána csak belelapogatja a bőrébe újjal ezt a terméket, mert újjal felvíve nem volt hatékony. Ez a MAC-nek a Prolonger hidratálós korrektor, a szem alatti karikákra is tökéletesen bevált, az egyéb bőrhibák elfedésére is, úgyhogy biztosan újra fogom vásárolni, és egyébként az NW20-as szín voltam vagyok, tehát hogyha valakinek hasonló a bőre, akkor ez az árnyalat lehet jó a számára is, de hogyha bemegy egy megüzletbe, ott hozzáértő nagyon kedves minkesek fognak neki abban segíteni, hogy melyik szint válassza. Van itt még egy körömlaklemosó, ezt Suzi nyereményjátékán nyertem, az ő blogjához is lesz majd a leírásban link. Ez egy édes mandulás, olajos körömlaklemosó a Body Shop-tól, és nagyon-nagyon szerette a bőröm. Egy icipicit lassabban dolgozott, mint a többi kedvenc körömlaklemosom, de nem vészesen, tehát abszolút belefért a dologba a várakozás, mert egyébként kifejezetten táplálta és hidratálta mind a bőrömet, mind a körmömet, tehát nagyon-nagyon jó volt tényleg. Egy ideig direkt nem mostam azért kezet lemosás után, hogy ez az olaj hathasson a körmömön és a bőrömön, nagyon-nagyon szerettem. Ugyanakkor 2490 forintba került, tehát nem tudom, hogy újra fogom-e vásárolni valaha, mert azért elég borsos az ára sajnos. És az utolsó termék a Ziajának a narancsvajas testápolója, erről már többször is ezt szó nálam, én nagyon-nagyon szerettem, nagyon szerette a bőröm is, egy krónikusan száraz ekcémás területet is rendbe tett, annyira jó, természetes narancsillata van, de a tusfürdővel ellentétben joghurtos jellegű, az állag a testvaj és testápoló közötti, az adagoló az nagyon jól adagolja, tehát úgy mondjuk egy karra elég két pumpálásnyi. Tehát az ember egy idő után kitapasztalja, hogy hova mennyi terméket kell kipumpálnia. Nagyon-nagyon szerettem, praktikus is, jó is, és nem is drága, úgyhogy lehetséges, hogy fogok belőle még vásárolni. És ezek voltak az elfogyott termékek, most nem volt több termék ebben a hónapban, ugyanakkor megint ide jött Maszat, úgyhogy megint megmutatom őt nektek, és a nyakörve megy a felső részemhez, úgyhogy nagyon-nagyon trendik vagyunk így együtt. Köszönöm, hogyha megnéztétek a videót, és gyertek mindenképpen máskor is, és nézzetek be a blogra is, mert oda is érdemes, higgyétek el. Remélem, hogy tetszett nektek a videó, ha igen, akkor nyomjatok egy lájkot, és legyen nagyon szép tavaszi napotok. Sziasztok!